Jó napot kívánok! Sziasztok! Szerintem most mindenki le fog ülni, üljetek is le, én is leülök különben, és innen fogjuk először is megnézni az autónkat, amit most szeretnénk nektek megmutatni. És szerintem azért nálunk szokott lenni néha előfordul ilyen kevés kilométeres, meg egy gazdás, meg ilyenek. De ez extra! Nagyon extra! Hallgassátok meg! Az autónak a gazdája 37-ben született úriember, újonnan megvette ezt a Kia Ceedet, 17-es az autó, és hát belekért rengeteg jó extrát, de igazából nem nagyon használta ő, ilyen évi 1-2-3000 kilométert, ha mehetett vele. Végigvezetett szervizkönyves kocsi, ez olyan, mintha vadonatúj lenne, hihetetlen, csodaszép, gyönyörű állapotban az autó, karcmentes, originál állapotú szerkezet. A motorja egy 100 lóerős 1.4-es MPI motor, amiben bele is tudunk nézni. Nem indítottam be, csak azért nem indítottam be, mert ugye most volt benne olajcsere márciusban, és gondoltam, hogy ezt a nívópálcát kihúzom, már megnézem, mi az igazság. Hát akkor nézzük meg együtt veletek, mert egyszer már kihúztam, ide tettem egy papírt, kihúzzuk ezt a nívópálcát, ez remélem már lecsorgott, ugye látjátok, ott van szépen fönt, ez a kis aranysárga színű olaj rajta, tehát az autó 1000 kilométernyi futás van az olajcsere óta, március óta. Amúgy, ha itt körbenéztek benne, ez olyan, mintha most jött volna le a szállító a szalagról, valahonnan a gyártó sorról, gyönyörű, hibátlan állapotban van, és most már be is indíthatjuk, most megnéztük az olajat benne, és akkor megnézzük, hogy ketyerészik ez a motor. Sok minden érdekességet hoztunk meg itt a srácokkal, itt van Peti, Feri és Concerto, ugye zokni fejék itt vannak, és még lesz valami csattanó is, mert hogy zokni fejék nagypapáját megtaláltam itt az autóban. Ezt kicsit lejjebb vesszük. Így jár a motor, mindjárt kicsit beárnyékolok nektek, de lehet, hogy előre fogok menni, és akkor jobban fogok látni. 18.868 kilométer van az autóban összesen. Egy 17-es autót nézegetünk, tehát egy 7 éves autót. Meghallgatjuk akkor ezt a mocit. Risto márkájú téligumi szett van rajta, nem kell cserélnetek, teljesen tökéletes jó állapotú. LED-menetfény van itt a lámpáinknak a széle, aljába kanyarodok oda szépen fel, krómkeretekbe foglalt kötfényszóró, krómdíszítésű a hűtődíszrácsunk, és akkor itt ez az Euro 6-os benzinmotor, ami nagyon finoman és nagyon csendesen jár. Más nem tudok nektek mutatni, nem, szerintem nem is érdemes. Mondom, szalon állapotú a szerkezet. Megpróbálom mindjárt ezt innen kipattintani félkézzel. Így, elbúcsúzunk a motortértől. Amúgy mondom, karcmentes, gyönyörű a szélvédője, a lámpái, a gumiai és mindene. Azt mondja, hogy hátra sétálok és megnézzük innen is. Levettem a kerekeket, mert dísztárcsát fölpattintottam rá, az a csomagtartóban volt, nem tették rá. Én levettem, ugye csavarosan lehet fölfogatni, olyan, mintha új lenne ott minden mögötte, a nyergek, a tárcsa, a betét, a minden rajta különben, de hát nem is lehet, mondom, 18.000-re futott a kocsi. Tolató kamerás és tolató szenzorok vannak a lökhárítón, tehát hang és kép áll rendelkezésünkre. Ha nem veszünk figyelembe ezeket, akkor simán bármit össze lehet törni magunk mögött. Újszerű állapot itt, alatta pedig egy nagy kefe, hátfesteg lesz egy nagy hó, le lehet róla szedni majd a havat, originál állapotban itt benne, eredeti állapotában teljes szett a kerékcseréhez, és ugye van csomagtérháló is, oda be lehet majd akaszgatni ezeket a hálótnak a széleit. Íme, sötétítés B-oszloptól hátrafelé kicsit komolyabbat kap, ugye ez gyárilag így van, sötét, szürke, gyöngyház, metál színű ugye az autó, és nézzétek meg, itt van zoknifej nagypapa, nem is tudom, hogy egy ilyen távoli rokonságból adódóan most eljött ide hozzá meglátogatni, hihetetlen, itt van egy tiroli zoknifej nagypapa, mint látjátok, benyelt valamit, méghozzá, ha megnézzük közelebbről, egy elakadás jelzőt, úgyhogy üdvözölték egymást itt a srácokkal, és nagy öröm újongás volt, és itt táncoltak a telepen a murván hihetetlen módon. Na nézzük akkor még mi van itt. nagypapának majd visszaadjuk a elakadás jelzőjét, ezt beletesszük a kocsiba nektek. A járgányunkban 4 darab automata funkciós ablak van, föl is, le is automata, állítható ülésmagasság, elől, oldalt és függöny légzsákos. A kormányunk egy bőrbevonatú, teljesen újszerű állapotú, mert milyen legyen, mint látjuk 18 000-nél. Van egy csomó jó extra benne. Elektromos tükrök, azt mondja, hogy kormányfűtés. Van benne szervó erőt is lehet itt állítgatni. Előrébb megyek ide a árnyékba, így jobban fog látni. Íme, így néz ki akkor a műszerfalunk. Tehát van itt szervoerőt lehet állítgatni, komfort, normál és sportverzióban. A jobb oldali gombsorban még van egy tempomat, a bal oldaliban a zene, bluetoothos, ugye komputeres, és ugye navigációs egység van benne, ami ugye egyben ugye a hátrameneti kamerát is ugye megjeleníti képügyileg. A zene szépen szól, kulturáltan szól, egészségesen. Ülésfűtés jobbra-balra 3 fokozatban. Van benne menedzs stabilizátor, centrálzár, digitális klíma jobbra-balra, AUX, USB csatlakozó, 6-os kéziváltó, tolattó, szenzor kikapcsolható belőle. Fönt óra, dátum, idő, és hogyha az ajtót kinyitjuk, akkor ugye mutatja a kis ikon, hogy kinyitottam a baloldali ajtót. Térjünk rá erre a szervizkönyvre, meg ugye, mint mondottam, 18.868, egy gazdás, 37-es születésű bácsitól, anyukám is akkor született. Na nézzük, mi van itt. Tehát az utolsó bejelzés, ez a Hyundai Kia Denzel nevezetű cégnél 17.663, tehát 1200 km van az olajban, illetve a szerviz óta eltelt kilométer, és ha végignézzük, akkor ahol vásárolta az úriember, ezt oda is hordta végig, újkorától kezdve, mindig a megadott időben, kilométerenként, hát időt vegyünk inkább figyelembe, mert kilométerre sohasem történt meg. Szóval ez a bácsit szépen rendben és karban tartotta. Van itt egy gépkönyve, találtunk benne sárga mellényt, találtunk benne egy originál órát, hogyha megálltuk a parkolóban, olyan szép alpesi táj van benne, gondolom a nagypapa, az oknis fej nagypapa, az is onnan valósi, ebbe a házba születhetett szerintem. Friss műszakit fogtok kapni, 26.11. hóval fog dátumozódni majd ugye a műszaki vizsgátok. Megvan a 2 gyári kulcsa, ez már az újabb, modernebb verziójú kulcs. Nem dohányzós, van benne ilyen dohányvigyó, de igazából ez teljesen originál, sose volt használva, szép a kézifék, új, minden csillog, minden szép benne. És várjuk azt a lámpát, de akkor nem várunk annyit, mert én leállítom, elbúcsúzik tőlünk a műszerfa, ezzel a kulcsa nyit-zár, külön a csomagtartót nyitja, kinyitottuk, villan, és akkor bedugjuk a kulcsot, megnézzük, hogy itt mik vannak még. Mutatók beállnak szépen a helyükre, és félig van az üzemanyagtankunk, és már mehetünk is. Ez még mindig a mi lámpánk, ez nagyon szép sárga lámpa. Nagyon finom, nagyon könnyű benne minden. Ez olyan, mint egy új autó. Tényleg azt az élményt kapjátok vissza. Szemüvegtartó van itt fölöttem, középpen. Minden napellenzőben van tükör, a vezető oldaliban is van. Tökéletes, finom kis szerkezet. Egy csodaszép kis járgány, nagyon jó felszerelt autó, minden működik benne, automata fényszóró kapcsolás van benne még, amit itt kiszúrtam. Nagyon könnyű a kormánya, és ez még a komfort verziója, és akkor van ilyen normál, meg láttuk, hogy sport verzió is. Itt mutatja, hogy hol vagyunk, pontosan ugye tudjátok, hogy hol vagyunk, 1154 Budapest, Szentmihályi út 90 szám, de igazából a Gáborán utca 4-es szám, ami főbejáratunk, mert hogy ugye a Szentmihálya ez itt keresztül minket, ez meg a Gábor áron, és itt a bejáratunk, ott nem tudtok bejönni majd. Na, hát akkor így meg is érkeztünk, szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon ritkaságot mutattam nektek, most már fölállhattok és eljöhettek hozzánk ide a kereskedésbe. A viszontlátásra legyetek jók, ne felejtsétek el ezt megnyomni, nagyon szépen köszönöm, iratkozzatok fel a csatornánkra, szép napot mindenkinek, sziasztok!